Az állami köznevelési intézmények fenntartását az új központi hivatal, a központi és területi szervekből álló Klebersberg intézmény fenntartó központ koordinálja. Az országban 198 tankerület kezdte meg munkáját novemberben, Budapesten kerületenként 23, az ország többi részén járásonként 175. A gödöllői tankerület vezetői teendőinek ellátásával Páncél Jánost bízták meg. 9 évig dolgoztam előtt a szakképzésben, illetve a felsőoktatásban. Pályázati úton nyertem meg a járási tankerületi igazgatói állást, és január 1-től szól a kinevezésem, a miniszteri kinevezésem erre a tankerületre. Ehhez a tankerülethez mely iskolák tartoznak, vagy mely települések? 15 települése van ennek a járásnak, ez Magyarország egyik legnagyobb járása és járási tankerülete. A megyének viszont mindenképpen a legnagyobb tankerületéről van szó, 30 intézményt jelent, 1400 foglalkoztatottak vagyunk. Nagyon vegyes a kép, ami a tankerületi intézményeket jelenti, ugyanis vannak benne általános iskolák, nyilván ez minden településen van, van benne gimnázium, sőt esti gimnázium, vannak benne pedagógiai szakszolgálatok, és aminek én azt mondanám, hogy a járásnak egy specifikuma az, hogy elég sok ami van, ez a alapfokú művészetoktatási iskola, ugye, és ebből ugye nagyon sok zenei iskolai specifikáció van. Ez összességében az a 30 intézménynek körülbelül az egyharmadát majdnem lefedi. A Klebersberg intézmény fenntartó központ létrejöttével a köznevelési rendszer az állami fenntartás és a települési önkormányzati működtetés megosztásának elve szerint alakult át. A Klebersberg intézmény fenntartó központ közkedvelt nevén KIK vagy KLIK átvette a 3000 lakosú alatti településeknek ehhez kapcsolódó köznevelési intézményeknek a működtetését és a fenntartását is. Máshol, ahol nem akarta, nem így nyilatkozott, nem erről szólt a megállapodás az önkormányzattal, ott pedig a fenntartás és a működtetés az megoszlik a KLIK és az önkormányzat között. A mi járásunkban 3 ilyen település van, ahol általános iskolát vett át a KLIK működtetése és fenntartása is. Ez Vágyszentlászló, Valkó és Zsámbók esetében van. Itt tehát a KLIK működtet és fenntart is. Van még egy intézményünk a járásban, ez egy gödöllői pedagógiai szakszolgálat, ahol szintén működtetünk és fenntartunk is. Minden más az előbb említett intézményben csak fenntartók vagyunk. És ebben az esetben működtető a helyi önkormányzat. Ugye itt föl szokták tenni, hogy működtetés és fenntartás közötti különbségtétel igazából mit jelent. Egy nagyon kicsit durva cenzussal beszélve, a kettő közötti különbség azt jelenteni, hogy a működtetés esetében a köznevelési intézmények tulajdonjoga az az önkormányzatnál maradt. Ehhez kapcsolódóan fenntartói, karbantartói, felújítói kötelezettsége van az önkormányzatoknak, és amikor ezeknél az intézményeknél fenntartó a KLIK, akkor ebben az esetben nekünk elsősorban bérfinanszírozási kötelezettségünk van, szakmai koordinációs kötelezettségünk van, és ehhez kapcsolódóan nyilvánvalóan egyéb más kiadások, például versenyeknek a finanszírozása, kiküldetéseknek a finanszírozása az intézmény vezetők esetében. Tehát itt mindenképpen egy ilyen megosztott költségek vannak, amelyeket egyébként törvények mentén, illetve megállapodások, valamint egy szerződés mentén, amit az önkormányzatoktól kötöttünk, az alapján osztodnak meg a feladatok. Az eddig elindított programokat, mint például az iskolatáj program, továbbiakban folytatják-e ott, ahol a KLIK a fenntartó és a működtető is egyben? Természetesen, ezt is, és az iskola gyümölcs programot, azt hiszem így hívják, nem túl hivatalosan, de gyakorlatban így hívják, mind a kettőt folytatjuk, ugye az iskolatájnél két részre oszlik a feladat. Az egyik az az, amikor tavaly már kötöttek ilyen iskolateljes szerződéseket az intézmények, még az előző fenntartóval, ami majdnem mindig az önkormányzat volt. Ebben az esetben nem történik más, új fenntartóval a KLIK beáll ezekbe a szerződésekbe, és egyszerűen sem folytatja a szolgáltatóval, a tejet szolgáltatóval ezt a szerződést, és így folyamatosan van. A másik igény az úgy keletkezik, hogy az intézmény jelzi a KLIK számára,
az, hogy ő be akar kapcsolódni ebbe a programba, és akkor új szerződéseket kötünk. Ilyenkor a klik azt kéri, hogy ebben a fél évben, a tanévben ebben a fél évében folyamatosságot biztosítani úgy tudja, hogyha előfinanszírozza a szolgáltató, és a klik a finanszírozást a szolgáltatás végén, a tanév végén egy összegben fogja neki átadni. Ilyen iskolánk is van, tehát mind a kettőre van példa a járásban, mind a kettő működik. A tankerületi igazgató úr hozzátette, hogy a központ alapelve szerint sem a pedagógus, sem a tanuló nem érezheti meg a változásokat, amit természetesen a gödöllői járásban is foganatosítani szeretnének. Fontosnak tartja tisztázni azt, hogy ő közvetlenül nem gyakorol munkáltatói jogokat a pedagógusok felett, az iskolai igazgatóknak megmaradt az egyéni munkáltatói joguk. Ugye két részre oszlik a járásban ez a fajta státusz. Az egyik az a tankerületen belül közvetlenül foglalkoztatottak. Ők 9-en vagyunk, mi 9-en vagyunk erre a munkára, beleértem most engemet is. Ők kormánytisztviselőti státuszban vannak, felettük ugye utasítási, ellenőrzési jogkörön van. A másik ilyen nagyobb mátrix, ugye ez a foglalkoztatási mátrix, ez a közalkalmazottak része, ugye ez az intézményvezetők, igazgatók és a pedagógusok. Ugye ők megint egy másik topik, ahogy az előbb mondtam, mert ott igazából az egyedi munkáltató jogokat az igazgató gyakorolja. Vannak olyan közvetlen feladatok, amik a tankerülethez, a tankerület igazgatóként jogosultságon vannak. Ilyen például, de ezt nyilván a kollégáimmal egyeztetetten látom el, ilyen például a pedagógiai programoknak a szakmaiságát, annak az ellenőrzése, annak a betartása, vagy a pedagógiai program mellett a házirendnek a betartása, betartatása az intézmények esetében. Közvetlen feladatunk most nagyon sok az adatszolgáltatási feladat a központ felé. Ezeket az intézményektől kérjük be, és a központ felé tesszük. Ezt nagyon fontosnak és nagyon szorosnak érezzük ezt a munkát, hogy lehet fogalmazni. A másik ilyen fontos a projektek átvétele, a köznevelési intézményekben zajló projekteknek, vagy már befejezett projekteknek, vagy indítandó projekteknek az átvétele, mint projektgazdaként való beállása, csúnyán fogalmazza a klik részéről. Fontos feladat a beiskolázással kapcsolatos teendőknek a koordinációja, megszervezése, a továbbképzések, a pedagógus továbbképzésekkel kapcsolatos koordinációnak a megszervezése, konzultációk egyeztetése az intézményvezetőkkel, és talán egy olyan feladat, ami pont a beiskolázással kapcsolatos, hogy a klik mint fenntartó, és itt a tankerület természetesen, a tankerületet értem rajta elsősorban, hogy a másodfokú fellebbezési szerv, amikor a köznevelési intézmény valahogy valamilyen például a beiskolázással kapcsolatban tanul jogviszonyról, a szülő számára vagy a szülő által hátrányosan értelmezetten dönt. Tehát ebben az esetben a klik egy második fokozat ebben a dologban, és itt a fenntartói rész szerepel. Ugye emellett meg nagyon fontosnak érzem, és ez egy járási intézmény lejárás során ki is alakult, az, hogy egy közvetlen élő kapcsolat legyen, egy diskurzus alakuljon ki az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel. Emellett pedig még nagyon-nagyon fontos az, hogy ez a szakmai koordináció, ez ne legyen egyoldalú az új fenntartónál. Ugye ezzel kapcsolatosan havonta megszervezünk, és ezt hagyományként fogjuk kezelni mindenképpen a járásban, szakmai értekezletet. Ugye egyet már meg is tartottunk január végén, itt az átállás miatt csak akkor tudtuk megtenni, és pont a jövő héten lesz a következő, amikor ezt mindig egy a járás egy adott köznevelési intézményében tartjuk meg. Ezzel is azt akarjuk, hogy egy ilyen kohéző, egy ilyen összetartó erő alakuljon ki igazából az intézménynek az igazgatói között. Megismerjék egymást, szakmailag felfedezzék egymásnak az előnyeit, felfedezzék azt, hogy egyes hátrányokban hogyan tudnak egymásnak segíteni. És éppen ezért ezek a szakmai értekezletek egy kicsit, nem is kicsit reményem, viszont egyre nagyobban szakmai fórumokká is fognak tágulni az intézményvezetők számára. Önöket, önt, illetve a kollégáit kik kereshetik fel, és milyen problémákkal, és hol? Elsősorban az intézményvezetőkkel tartjuk a kapcsolatot. Ez remélem, hogy az ő munkájukat is megkönnyíti. Három olyan téma van,
amire felosztottuk a tankeretnek a működését. Van egy pénzügyi részleg, van egy tanügyigazgatási részleg, és van egy személyügyi, egy HR részleg. Mind a háromban referensek dolgoznak, és ezek a referenseket kereshetik közvetlenül, vagy bejelentkezés alapján is, vagy ügyfélszolgálati időben, ez egyébként kedden és csütörtökön van, a tankerületben. Ugye ez itt Gödöllőn van, a Petőfi Sándor utcában, és emellett meg természetesen én is állok rendelkezésre, amivel bőven élnek is az intézményvezetők, mindenkinek, tehát egyedi fogadási idő is van a kedden és csütörtökön kívül. Ugye emellett természetesen az adatbekéréseknél közvetlen kommunikáció nagyon fontos, tehát nem egyoldalúan képzeljük el ezt a dolgot, hanem úgy, hogy mi is megismerjük, és ő is megismerjék a mi munkánkat. A gödöllői tankerület irodája jelenleg Gödöllőn, a Petőfi utca 12-14 szám alatt található. Ügyfélfogadást kedden és csütörtökön 9-től fél 5-ig tartanak. Telefonszámuk 28-as körzet 512-008.